Vendégünk Schiffer András, ügyvéd, volt országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok! Mert egy pár hete volt vendégünk Hossó Andrea, közgazdász, és amikor arról kérdeztem, hogy hogyan lehetne Magyarország sokkal önállóbb, és hogyan tudnák kiharcolni a saját érdekeit legalább itt az Európai Unióban, akkor ő azt a véleményt fogalmazta meg, hogy ugye gazdaságilag elég kiszolgáltatottak vagyunk, és ez egészen visszavezethető akár a rendszerváltás idejére is. És amikor vele beszélgettem, azonnal eszembe jutott az önnel folytatott legutóbbi beszélgetésünk, ugyanis öntől hallottam egy hasonló gondolatot, hogy ezeket a folyamatokat, amik most vannak, a Magyarországnak a gazdasági helyzete, ahogy most állunk, ez nem most kezdődött, hanem ugye ez egy több évtizeddel ezelőtti problémakör. És ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, mert most ugye téma az, hogy lehet, hogy lesznek megszorító intézkedések, akkor is ha ezt nem szabad így nevezni most jelenleg, hogy miért teljesít a magyar gazdaság ennyire rosszul, miért ilyen kimagaslóan magas az infláció nálunk, másokhoz képest is akár, és hát úgy látom, hogy meghallgattam több adást is itt a hétvégén, hogy mit mondanak erről okos emberek, és hát úgy tűnik, hogy a mostban keresik ennek a, tehát az elmúlt négy évben, három évben, akár tíz évben keresik ennek az okait. Ön hogyan látja ezt? Hogy érdemes nekünk itt kapirgálni, vagy tényleg maga a rendszer belülről, amit az átlagember nem lát, azzal van a probléma? Hát ha rövid akarok lenni, akkor azt mondom, hogy igen, a rendszerrel magával van a probléma minden értelemben. Tehát most a globálison belül a magyarral is, meg az új magyar kapitalizmussal, vagy a magyar új kapitalizmussal, de könyörgöm, Orbán Viktor nem egy éve, meg nem négy éve kormányoz, hanem 13 éve. Tehát aki 13 éve kormányoz, annak van, illetve lett volna lehetősége arra is, hogy ha észleli azt, hogy zsákutcás fejlődésbe terelték Magyarországot a rendszerváltás éveiben, akkor szépen lassan elkezdjen kifarolni ebből a zsákutcából, ahelyett, hogy padlógázat próbálna tovább haladni. Itt ez történt. Tehát, hogyha arra, tehát most, ha csak az inflációs nyomás a kérdés, persze, ezt mindenki tudja és mondja, hogy önmagában az, hogy hirtelen már el is felejtettük ezt a kifejezést, hogy infláció, az, hogy 21-től hirtelen megint elkezdtek emelkedni az árak, ennek alapvetően külső globális gazdasági okai voltak, hogy ne. És akkor még szó nem volt a putyini agresszióról, szankciós politikáról. Na de ennek a mértéke azért nem független a magyar kormány teljesítményétől, politikájától. Félreértés ne essék, én azokkal a leegyszerűsítő okfejtésekkel, hogy Magyarországon azért kell most megszorításokat végezni a közszférában, mert hogy amit látunk, az megszorítás, hát most itt lehet csinálni megint a habverést, hogy Brüsszel miatt nem emelik a pedagógusok bérét, azért nem emelik a pedagógusok bérét, mert bajban van az államkassa, és próbálnak nem kiszórni pénzeket, értem én ezt. Mondjuk jobb lenne egyenesen beszélni, és nem megint ezt a vudu háborút folytatni érdemi politizálás helyett. Na de, az persze, tehát az egy leegyszerűsítő magyarázat, hogy választási költekezés miatt van bajban a magyar állam háztartása, hogy magas az infláció, ez egy bullshit. Szegény Medgyessy Pétert korholták annak idején, ezért ezek a liberális közgazdászok, hogy persze 2006-ban azért került bajba Magyarország, mert Medgyessy Péter végrehajtotta a 100 napos programot, francokat. Medgyessy Péter volt az egyetlen tisztességes miniszterelnök, aki egyrészt be is tartotta a választási ígéretét, másrészt egy baloldali politikát próbált folytatni. Többek között a pedagógusok bérét megemelte egyetlenként, aki az elmúlt 33 évben tisztességgel megemelte a pedagógusok bérét 2002-ben. Nem ezért került bajba a magyar gazdaság 2006-ban sem. Tehát ezt csak azért mondom, hogy tehát ami a kormányt illető jogos kritika, az sem az elmúlt egy-két év. Nem az elmúlt egy-két év, nem választás. Hagyjuk már ezt a választási költekezés című dumát. Az, hogy kormányok bőkezűbbek, amikor jön a voksolás, hát ez bizony a parlamentáris demokráciák politikai logikájának a szerves része, ezzel nem kéne finnyáskodni. Ami súlyos bűn a NER-nél, illetve Orbán miniszterelnök politikáján, hogy kísérletet sem tett arra 2010 után,
hogy úgy alakítsa át a magyar gazdaság szerkezetét, hogy kevésbé legyen kitett a nagy ellátóláncoknak. Magyarországon azért különösen nagy az inflációs nyomás, mert még közép-kelet-európai léptékben is szélsőségesen kiszolgáltatottak vagyunk a nagy globális ellátóláncoknak, tehát hogyha ott zavarok vannak, akár szankciós politika, akár korlátozás politika, bármi egyéb miatt, egyszerűen a nyersanyagárak változása miatt, akkor az minket hatványozottan érint. Egy. Kettő. A kormánynak annyiban is része van az infláció gerjesztésben, hogy nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy amikor beütött a krach tavaly, tehát a járványügyi korlátozások vége és egyúttal a putyini agresszió és a szankciós politika kezdete miatt, Orbán vélhetően berezelt attól, hogy a német autógyáraknak nem fogja megérni itt maradni. Ráadásul ugye át kell térnünk az elektromos autógyártásra 2035-től, erre mit húzott? Egyrészt elkezdte behívni a jó minőségű magyar termőföldekre, a magyar vízkincsre, a magyar ivóvízbázisra a kelet-ázsiai akkumulátorgyártókat, tehát így próbált ebből a hurokból kibújni, másrészt pedig a kormánynak és a jegybanknak tevőleges hozzájárulása is van abban, hogy az infláció növekedett, hiszen azt gondolom, hogy bizonyos mértékig még érdekében is állt a kabinetnek, hogy romoljon a magyar forint árfolyama, mert akkor egész egyszerűen Ingolstadtból másként néz ki, hogy mennyit fizetnek ki a magyar melósnak. Tehát én nem, tehát abból a 20-valahány százalékból 1-2 százalék akár még szándékolt is lehetett a magyar kormány, illetve a jegybank részéről. Jó néhány, ennél sokkal több százalék az, ami a globális hatásoknak a közvetlen begyűrűzése, de hogy ez ennyire kellemetlenül érinti Magyarországot, abban egy 13 éve kormányzó kabinetnek, miniszterelnöknek súlyos felelőssége van. Három, azért mindannyian emlékszünk arra, hogy az egész infláció 2021 nyarán tipikusan az élelmiszeráraknál indult meg, ugye? Miért van az, hogy ilyen természeti adottságokkal rendelkező ország egyrészt irgalmatlan élelmiszerimporttal rendelkezik, nézzük meg a polcokat, miért van az, hogy ilyen termelési kultúrával, hagyományokkal, természeti adottságokkal rendelkező országban 13 év nem volt elég ahhoz, hogy a foggazdálkodást újra elkezdje inspirálni a kormány. Miért van az, hogy a vízmegtartó képességről a magyar kabinet az elmúlt 1-2 évben beszél? Csak arra szeretnék rámutatni, hogy az, hogy ilyen nagy a mezőgazdasági import, az élelmiszerimportunk, hogy emellett az asszálynak, a klímaváltozás következményeinek ilyen szélsőségesen ki vagyunk szolgáltatva, hogy a műtrágya felhasználása a magyar mezőgazdaságban ilyen nagy volumenű, már pedig az energiaáraknak a megugrása az a műtrágyában rögtön jelentkezik. Ebben van felelőssége a magyar kabinetnek, és ez nagy mértékben okozója az inflációs nyomásnak, mondom, hogyha 2021 nyarára visszamegyünk. Tehát az, hogy a termelőkapacitásainkat nem kezdte el átalakítani, illetve visszavenni, újra teremteni a magyar kormány sem 2010-ben, sem a 2020-as gazdaságvédelmi akciótervnél. Az, hogy nem kezdett el egy olyan energiastratégiát a magyar kormány, ahol reális az, hogy középtávon le tudjunk válni a fosszilis energiáról, tudjuk oldani az orosz gázfüggőséget, ahol nem gondolkodott egy olyan energiastratégiában, amelyik alapvetően az energia hatékonyságon akar növelni, hanem a rezsicsökkentéses 2013-14-es kampánnyal még ennek ellenébe is tett. Harmadrészt pedig azzal, hogy a foggazdálkodás újrateremtése nélkül a vízmegtartás prioritásként csak az elmúlt években legalább szóban zászlóra tűző kormányzás, megint csak nem az segíti, hogy Magyarország saját önálló termelőkapacitásokkal rendelkezzen. Ha vannak erős saját termelőkapacitásaink, akkor ellenállóbbak vagyunk az inflációs nyomásnak. És még valami, hogy Hossó Andrára reagáljak. Persze, tehát az eredendő bűn az ott van a Kádár korszak végén, a rendszerváltás éveiben. Na de 2010 óta nem azt látjuk, hogy Magyarország a magyar gazdaság szuverenitását védené az Orbán kormány a NER. A NER
egy felhalmozó kapitalizmust indított el. Tehát magyarul a NER lovagok nem új termelőkapacitásokba fordítják a jogosan vagy jogtalanul megszerzett vagyonkájukat, hanem újabb kastélyok, újabb balatonparti ingatlanok megszerzésével. Ez a felhalmozó kapitalizmus, amivel saját magukat megvédik. Tehát ez a néhány család, hogy a NER lovagoknak a kasztja rendje, de az országot védtelennek hagyják. Tudunk-e arról, hogy Tiborcz István, Garancsi István vagy Mészáros Lőrinc exportálta valamit mondjuk múlt évben? Én erről nem nagyon hallottam. De munkahelyeket teremtenek, ezzel szoktak védekezni. De ráadásul ez is azért egy nagyon illékony érvelés, mert a munkahelyeket ugyan a mészáros érdekeltségek valóban teremtenek ma már érzékelhető számban. Hont Andrásnak volt egy elemzés, azt hiszem a 18-as választás után, hogy ezeken a helyeken a Fidesznek a szavazatai igencsak meg is ugrottak. Kétségtelen, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségeinél ma már munkahelyteremtés is kimutatható. Ez az egyéb említett személyeknél egyrészt ez nem igaz. Kettő, hogy kérdés az, hogy ha Magyarország a termelőkapacitásait illetően továbbra is teljes egészében kiszolgáltatott a külföldnek, akkor hogyan lehet szuverenitásvédelemről beszélni? Arról nem is szólva, hogy most már a munkahelyteremtés nem az elmúlt 13 évben is a munkaerőpiac periférián hagyott embereknek szól, hanem vendégmunkásokra vagy rászorulva az orbáni gazdaságpolitika. Tehát arra utalnék, hogy ha csak az elmúlt 3 év, tehát a lezárások utáni gazdaságvédelmi akcióterv fejlesztéspolitikai irányai arra mentek volna rá, hogy a legdepressziósabb térségekben a helyi gazdaságot fejlesszék, és nem mindent, mint a rulettasztalon a német autóiparra tesznek föl, amiből egyenesen következik egyébként a kelet-ázsiai akkumulátori gyártás. Tehát itt az orbáni szijjártói logikában nincsen hiba, csak ez túl azon, hogy a magyar természeti erőforrásokat túlterheli, végképp kiszolgáltatottá teszi Magyarországot a nagy globális ellátóláncoknak, csak most már egyszerre keletre és egyszerre nyugatra. Hát gondoljuk végig, mi van, hogyha egy újabb szankciós politika mondjuk sújtja azokat az országokat, akik itt beruháznak akkumulátor bizniszbe. Azt gondoljuk, hogy majd a németek megvédenek? Hát a németek magukat se védik meg a geopolitikai küzdelmekben, ezt látjuk. Mi van akkor, hogyha a nyersanyag lelőhelyekkel kapcsolatban merülnek föl anomáliák, és egész egyszerűen azokat a nyersanyagokat nem képesek a befektetők biztosítani, nem most, mondjuk 5-10 év múlva, amik az akkumulátorgyártásthoz szükségesek. Tehát, hogyha ennyire monokulturális lesz a magyar gazdaság, a magyar szuverenitásról nem lehet beszélni, legfeljebb a NER lovagok szuverenitásáról, hogyha már kellő mennyiségű kastélyt meg balatonparti telket bezsákoltak. De egyébként ugye az volt az érv, hogy szuverenitást növelnek végül is azok, hogyha ha magyar embereket építenek fel. Most így oligarha szintre gondolok. Ugye? Ez az ő szuverenitásukat építi. Hogy nem külföldiek kezében van ez, hanem milyen jó, hogy az országon belül de micsoda? Marad. Tehát még egyszer, tehát az, amit most is elmondott a parlamentben az utolsó alkalommal a miniszterelnök, hogy bizonyos stratégiai szektorok magyar kézbe vannak, tehát nem külföldi kézbe vannak, fogalmazunk így, mert aztán, hogy ebből mennyi az offshore elcsorgás, ez is azért megérne néhány kört, mert ugye amikor én annak idején benyújtottam egy offshore ellenes törvénycsomagot, nem is egy, hanem több alkalommal érdekes módon a Fidesz-KDNP ezeket még társadalmazatba se akarta venni, zárójelbeze vagy lábjegyzet vége, de abban a miniszterünknek természetesen igaza van, hogy az nyilvánvalóan egy nagyon fontos lépés, hogy a közszolgáltatások, a energiaellátáson, a bankrendszeren, médiarendszeren belül megszűnt a külföldi dominancia. Ez fontos. Most túl azon, hogy onnantól kezdve, hogy ugyan megszűnt a külföldi globális nagytőke dominanciája ezekben a stratégiai szektorokban, ez nyilván egy országnak a mozgásterét bővíti, bárki is van hatalmon, azért egyszer s mind ezek a szektorok az orbáni mélyállamépítésnek is egy fontos elrugaszkodási pontját képezték, tehát hogy kik jöttek a külföldiek helyére, tessék megnézni.
De ezt is hagyjuk. Önmagában ezeknek a szektoroknak a nemzeti készbevétele, hogy most a miniszterelnök szavait idézem, még nem elégséges egy ország szuverén gazdasági mozgásteréhez. Ráadásul nekünk a szuverenitás visszaépítése, gazdasági szuverenitás visszaépítése tekintetében nagyon messziről kell indulnunk, pont a Hossó Andrea által emlegetett rendszerváltáskori előzmények miatt. Arról adjon számot Orbán Viktor, hogy mit tett annak érdekében, hogy a termelő ágazatokban nem is az, hogy magyar túlsúly legyen, hanem hogy egyáltalán egyenlő, legalább megnövekedjen a magyar kézaránya. Most hagyjuk, hogy ez Mészáros Lőrinc, vagy állami kéz, vagy ki a csoda. Mert hogy nekem az a gyanúm, hogy a termelő kapacitások tekintetében még nagyobb is talán a külföldi túlsúly, mint 2010 előtt. És ha megnézzük azt, hogy a magyar kabinet mennyit fektetett innovációba, mennyit fektetett tudásgazdaságba, akkor nincs miről beszélnünk. Nincs miről beszélnünk. Mert ami egyáltalán innováció létrejött, azt is a külföldi befektetők, a multinacionális nagy tőke hozta ide. Miféle szuverenitásról beszél akkor Orbán Viktor, hogyha a termelőkapacitás és a termelőkapacitásnak a magasabb hozzáadott értéket, termelőképességét szavatoló tudásgazdaság alapvetően kiszolgáltatott a multinacionális nagytőkének. Hú, hát ez egy nagyon izgalmas téma, de remélem még jön hozzánk, és akkor még egy picit tudjuk ezt elemezgetni. Nagyon szépen köszönöm szépen, hogy erre a kérdésre is válaszolt. Schiffer András volt velünk, volt országgyűlési képviselő, ügyvéd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.